Hatalmas zsivaj töltötte be a tolnai kulturális központot, rengeteg család érkezett az adventi ablaknyitogató elnevezésű rendezvénysorozatra. Mindenki a Mikulással szeretett volna találkozni, és egy kis mondókáért cserébe valami finomságot kapni, ám nekünk is sikerült mikrofon végre kapni a nagyszakállót. Télapó, hosszú utat tett meg eddig? Igen, hát egész Lapföldről jöttem. Hogy fogadták itt Tolnán a gyerekek? Szokás szerint nagyon kedvesek, aranyosak. Miket hozott a zsákjában? Csupa jót. Csupa jót, az mit jelent? Diót, magyarót, csokit, szaloncukrot. Nem csak a télapó érkezése váltott ki izgatottságot a gyerekekből, hanem az elérhető játékok széles tárháza is. Volt itt úgynevezett középkori játszóház, ahol természetes anyagokból készült rusztikus játékokat lehetett kipróbálni. A diótörés, vesző karika dobálás és számos hagyományőrző népi játék minden korosztály fantáziáját megmozgatta, miközben a kézügyességük is fejlődött. A gyerekek az izgatottságtól alig kaptak levegőt, miközben sorolták, mennyi fajta játékot próbáltak ki. A kocsisat! Nekem az tetszett a kocsis, meg ez! Vagyis a legnagyobb kedvenc a távirányítós autók voltak. A kicsik sorban álltak a pálya előtt, amin versenyezhettek a kocsik. Volt, aki a télapó krampuszának öltözött, és csillogó szemmel pörgött-forgott új zöld-piros tűrruhájában. Más órákat töltött a kézműves foglalkozáson, ahol csak a fantázia szabott határt a különböző karácsonyi díszeknek. A gyerekek örömmel színeztek, ragasztottak, vágtak, hajtogattak szüleikkel közösen. Természetesen a társasjátékok is előkerültek. Nagyon jól érezzük magunkat, és a gyerek az nagyon élvezi. És hány éves? 6 lesz, pont holnap lesz a szülinapja, és nagyon jók ezek a hagyományos játékok, nagyon egyszerűek, és mégis nagyon leköti a gyerekeket. Úgyhogy a kézművesen is részt vettünk, az is nagyon jó volt. Nekünk tetszik. Nem csak a gyerekek várták a nagy szakállót, hanem a felnőttek is. Többen a Mikulással is fotózkodtak, mások a sakkasztalnál cövekeltek le órákra, ahol izgalmas játszmák zajlottak a gyerekek gyűrűjében. A háttérben pedig a helyi egyesületek kínálták portékáikat, általuk készített süteményeket, karácsonyi díszeket, ám a befolyt összeget jótékony célokra fordítják majd. Csak úgy, mint a lovarda előtt felállított bódékban kínált forralt borhoz, forró teához sem fix árért lehetett hozzájutni, mindenki akkora összeget adott érte, amennyit a pénztárcája elbírt. Appelszoffer Ágnes Tolna polgármestere azt mondja, a város adventi rendezvényeinek éppen ez volt az üzenete, meghitten ráhangolódni az ünnepekre, segíteni a rászorultakat. Egyébként ez már egy nagyon régi rendezvénysorozat, most már jó néhány éve szervezünk adventi hétvégéket. Először a Városháza előtti téren volt, és most azt gondoltuk, már néhány évvel ezelőtt, hogy ez az a közeg, ahol nem zavarjuk egyébként a lakókat, a környezetben lakókat, de mégiscsak egy nagyon szép és nagyon a bármilyen ünnephez kapcsolódó rendezvényt itt meg lehet tartani, tehát éppen azért választottuk ezt. Részben azért is, mert azért van egy olyan fedett hely, ahol az időjárás viszontagságainak nem vagyunk kitéve, hogy évek óta úgy próbáltuk összerendezni, a kollégáim úgy próbálták ezt az ünnep sorozatot összerendezni, hogy a családi készülődésben még ne nyúljon bele, mert én alapvetően azt gondolom, hogy a karácsony az egy családi ünnep, de mégiscsak kell, hogy egy nagyobb közösség is megünnepelje ezt, úgyhogy mi inkább a télapót várjuk, és ez sikerült valahogy így december elején úgy igazítani, december eleje időponthoz, hogy a télapó érkezését is akkor a gyerekek itt tudják, vagy itt tudnak örülni neki. Mindenképpen valami olyan a ünnepkörhöz kapcsolódóan, főleg gyerekprogramokat. Mert hogy a felnőtteknek most lesz egy koncert, és aztán itt van kint forralt bor, és tudnak mindenféle apróságot vásárolni.
Itt az adventi készülődés során, amivel egyébként jótékonykodnak is, mert azért mi nem kereskedőket hívtunk ide, hanem olyan szervezeteket, akik azt a befolyt összegből karácsony közelettével a rászorultakat fogják segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy itt most nem a pénzköltés a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy kicsit a közösség együtt legyen, és amit pedig itt az emberek költenek forralt borra, ajándékra, az pedig jó helyre kerül.